Sok szeretettel köszöntöm Önöket és titeket, gyerekek, a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola pódium termében, ahol a zenei világnak tiszteletére rendezzük ezt a mai délutáni hangversenyünket. Volt egy kis félreértés a kollégáim között, úgyhogy lesz, aki egy kicsit később érkezik meg, mert 6 órára készül, de akkor megnyugtatok mindenkit, hogy nem fogjuk megismételni a koncertet, ami most 5 órától lemegy, az lesz a végleges koncert. A zenei világnak gyűltünk itt ma össze. Ugye a világ minden táján, ugye már évtizedek óta ünnepeljük ezt az alkalmat. Én nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy mivel is lehetne ezt Isten igazából fölvezetni. De hát ugye a zene az, amire Isten igazából nincsen szó, tehát azt mondjuk, hogy ahol a szó hatalma véget ér, ott kezdődik a zene. És én ezt úgy gondolom, hogy ez így is van. Nagyon sok nálamnál lényegesen okosabb ember fogalmazott meg ezzel kapcsolatban gondolatot, amit ide citálhatnék. Nem feltétlen teszem, de ugye azt szoktuk mondani, hogy a lélek tápláléka a zene. Én azt gondolom, hogy ez nagyon helytálló. És akik itt nálunk a zeneiskolában megfordulnak, akár szülőként, akár tanulóként, vagy volt növendékeinként, azok tudják, hogy ez mennyire igaz. Hogy mennyire szükségünk van a mindennapokban arra, hogy a zene jelen legyen az életünkben, és nem feltétlen csak a hallgató szintjén, hanem az alkotó szinten is. Tehát akik itt vannak a zeneiskolában, mindannyian az alkotásban részt vesznek. Ugye azt lehet mondani, hogy a 21. században, de már a 20. században is borzasztóan el voltunk és el vagyunk kényeztetve azáltal, hogy bárhová megyünk, körülvesz bennünket a zene, mert belépünk egy liftbe, szól a zene, belépünk egy plázába, szól a zene. És nagyon fontos, hogy ebbe a túlkínálatba az ember megtalálja azt, ami számára a legkedvesebb, és tudja értékelni azt, ami a zene mellett nagyon fontos, hogy a csend, ami az életünkben már ebbe a túl nagy zajba egyre kevesebb, ugyanúgy, ahogy a fényre szoktuk mondani, hogy a fényszennyezés már nem teszi lehetővé, hogy a tejutat lássuk, ehhez mondjuk a Hortobágy közepére ki kell mennünk. Sokszor az zenével is így vagyunk, hogy jó néha csendben lenni. De most arra gyűltünk össze, hogy olyan zenéket, darabokat hallgassunk meg a fellépő fiataloktól, ami lelki táplálékként tud nekünk szolgálni. Ők úgy készültek, hogy megörvendeztessenek bennünket a mai napon a muzsikájukkal. A zenei világnak tiszteletére már több éve úgy készülünk, hogy a volt növendékeinket hívjuk meg a koncertre. Nincs ez másképp most sem, viszont annyival színesítettük a dolgot, hogy olyan növendékeket is fölkértünk, tanulókat fölkértünk a mai napra, akik most döntöttek úgy, hogy zenei pályán szeretnék folytatni a tanulmányaikat, úgyhogy a koncert első két fellépője még zeneiskolán tanulója, de vélhetőleg jövőre már remélhetőleg volt növendékként tudunk rájuk tekinteni. Nem azért, mert nem látjuk őket szívesen, hanem azért, mert ők is azt a pályát kezdik meg végigjárni, amit mi már pedagógusként megtettünk, és a volt növendékeink, akik most itt a színpadon föl fognak lépni, javába benne vannak, vagy már a végén járnak ennek az útnak. Úgyhogy elsőként következik a színpadon Szabó Ágota, aki fuvolán Georg Friedrich Händel dzsigét fogja előadni, tanára Tótné Sia Magdolna. Hallgassák őt nagy szeretettel! Thank you.
éles váltással, ahol után most egy tuba fog következni. Péterszegi Balázs fog játszani a színpadon, aki Don Hebert tuba szvitjének első tételét adja elő. Balázs is zenei pályán szeretné folytatni, parancsolj Balázs, tanulmányait. Az idején nyarat ő úgy zárta, hogy augusztus végén Pakson vett részt egy tubás kurzuson, tubás táborban, ahol 30 fiatal tubás volt összezárva egy jó pár fiatal művésszel és művésztanárral, és ő itt vett részt aktív résztvevőként, úgyhogy ebben a táborban is ezzel a darabban is foglalkozott, amit most fogunk hallani, úgyhogy hallgassák szeretettel Don Hebert tuba szvitjének első tételét Péterszegi Balázs előadásában. Nem akartam megtagadni saját növendékemet, nem mondtam el, hogy Balázs nálam tanul, úgyhogy ezt még hozzá szerettem volna tenni. Most pedig Bekerni Mudri Beáta volt növendéke következik, Krisztián Jászmin, aki egy nagyon lelkiismeretes fuvolista. 2014-ben végzett intézményünkben, és most Wolfgang Amadeus Mozart D-dur rondóját fogja előadni. Jászmin egyébként jelenleg Kecskeméten tanul, fogadják őt nagy szeretettel. Thank you.
Koncert szervezése során értek sajnos csalódások, tehát egy kicsit nagyobb létszámra készültünk, de ugye volt egy utazása a fúvózenekarnak, amikor hajnalban hazaérkeztek, és sorra találkoztam a fiatalokkal, akikre számítottam, hogy majd érkezni fognak, és sorba jöttek a nemek, hogy koncert van, próba van. Jó, így részforgatókönyvet alakítottunk ki, úgyhogy most egy kicsit a tubából a mai koncerten többet fognak kapni, mint amire számíthattak volna első nekifutásra. Blága Péter volt növendékemet, kértem meg arra, hogy egy picit több műsorszámmal készüljön az egynél, mint amire ő készült. Tehát ő egy picit több műsorszámot hozott, de remélem, hogy senkinek nem okoz ez a gondot, fájdalmat. Reméljük, hogy szép nótákkal készült Péter. Robert Schumann románcát fogja először előadni. Péter egyébként 2005-ben végzett nálam, és utána kezdte meg a tanulmányai Debrecenben, majd Budapesten, és utána pedig New Yorkba került ki, ahonnan most hazajött, és az ottani tanulmányait a Juilliardon befejezte, és most itt Nyíregyházán kezdett el dolgozni, úgyhogy most már a kollégáink között üdvözölhetjük, hál' Istennek. Úgyhogy most elsőként hallgassuk meg tőle Robert Schumann románcát, tubán. Thank you.
Egy támla nélküli székisten igazából tudatosan van levágva a támlája, hogy a gyerekek ne dőljenek hátra, nehogy már jól érezzék magukat állam órán. De nem, tényleg arról szól a munka, hogy amikor tubán vagy tenorkülten játszunk, nem szerencsés, hogyha hátradőlnek, mert a levegővétel az nem helyes. Na mindegy, én így a karbantartó kollégával le is vágattam a támláját a széknek, úgyhogy ez már most lassan évtizedes múltra tekint vissza. Következő fellépünk Nyújtó Zsanett lesz, aki klarinéton fog játszani, 2011-ben végzett. Bekkerné Mudi Beáta tanár növendéke volt Nagyhegyesen, és ő most jelenleg a Zeneakadémián tanul Budapesten, és most amit hozott nekünk, az Kovács Béla Homás a Manuel de Falla című darabot, tehát Kovács Béla klarinéta művész, rengeteg zeneszerzőnek a stílusában komponált darabokat, és most éppen ez a Manuel de Falla zeneszerzőnek a stílusában fogunk hallani egy darabot tőle, úgyhogy Nyújtó Zsanettet hallgassák szeretettel. Zenetanárok nagyon
kiváltságos helyzetben vagyunk, mert ezek a fiatal művészek, akik itt a színpadon most játszanak, a Süsfel naptól egészen most például a Kovács Béla darabig végig tudjuk követni Zsanettnek a munkásságát, és mindenki másnak, úgyhogy tényleg, hogy miből lesz a cserebogár, hogy hova tudnak eljutni ezek a fiatalok. Ugye kezükbe kapják azt a hangszert, amivel vagy barátságot kötnek, vagy nem, de hát úgy néz ki, hogy például Zsani és a többiek is azokkal a hangszerekkel nagyon megbarátkoztak, amiket a kezükbe kaptak, és ennek mi nagyon örülünk, mert ez egy pozitív visszajelzés számunkra, hogy nem volt hiába való, hogy őket ebbe az irányba tereltük a szülőkkel válvetve, úgyhogy ezt ezúton is szeretném mindenkinek megköszönni. Következik most egy olyan darab, ami számomra is nagyon kedves. Dimitri Sosztakovics neve nem feltétlen ilyen aspektusban lehet hallani. Egy gyönyörű szép adagiót fogunk tőle hallani. Én ezt annak idején Richter Edith tanárnővel, aki most is közreműködik a koncertünkön, többször is játszottam. Többek között 1995. május 20-án az első diploma hangversenyemen ez volt a harmadik darabom, úgyhogy ezt fogjuk most Péter előadásában hallani. Ez nem tubára íródott, tehát a tubán többnyire, tehát a Schumann darab is, az adagio is, amit most fogunk hallani, ezek átiratok, de azt gondolom, hogy ezen a hangszeren szólnak a legjobban. De ezt csak hazafele beszélek egy kicsit. Tehát Dimitri Sosztakovics adagioját fogja előadni Blága Péter tubán. Thank you.
Ugye az ilyen alkalmak ugye ünnepnapok számunkra, de az elkövetkezendő időszakban elég komoly ünnepekre fogunk fölkészülni. A zenekarosok közül nagyon sokan foglalnak helyet itt a nézőtéren, nagyon örülünk nekik. A Becton ifjúsági fúvós zenekar lassan eléri az 50. életévét, tehát 50 évvel ezelőtt jött létre a zenekar, tehát őnekik a jubileumuk hamarosan el fog kezdődni, 2016-17-es évben. 2018-ban pedig a Művészeti Iskolának, a Zeneiskolának lesz az 50 éves jubileuma, amire szeretnék méltóképpen fölkészülni. Biztos vagyok benne, hogy azokkal a büszkeségeinkkel, amivel ma is megjelentünk itt a színpadon, abban az évben egy kicsit több alkalommal, ilyen sorozat jelleggel szeretnénk majd megjelenni, és reméljük, hogy méltóképpen meg tudjuk ünnepelni a Művészeti Iskolának az 50 éves működését. Következő fellépünk egy japán zeneszerzőnek a darabját hozta el ma hozzánk, Ryo Noda, improvizáció, és ez az egyes sorszámot viseli. Tehát az improvizáció, ez egy rögtönzés tulajdonképpen, tehát ezt a rögtönzést a Ryo Noda jegyezte le, és aki előadja, Urbán Dóra szaxofonon, aki 2008-ban végzett itt nálunk, annak idején a felvételében Postáni Nemes Erzsike működött közre, de korábbiakban tanára volt Zsuposnyi Novák Marian, aki most itt helyet foglal köztünk. Tehát következzék Ryo Noda, improvizáció egyes, szaxofonon előadja Urbán Dóra. Thank you.
Debreceni Egyetem zeneművészeti karának végzős hallgatója, úgyhogy most a szakmai gyakorlatát, hogy friss diplomás, így van, úgyhogy ő is hamarosan kollégáink között köszönhetjük. Következő műsorszámot Blága Péter fogja előadni, Astor Piazzolla Oblivion, azaz Felejtés címmel. Reméljük, hogy ez a koncertünkre nem lesz érvényes, hogy felejtős lesz. Úgyhogy hallgassák szeretettel Astor Piazzolla Oblivion című darabját. Astor Piazzolla darabját, tubán, zongorán
és lámpabúrán előadt a Blága Péter és Richter Edit, mert ahogy jöttek a felhangok, különböző lámpabúrák gerjedtek be, éppen aktuálisan. Hangversenyünk záró műsorszámoként kérem, hogy hallgassák meg szeretettel, miután Tubásból soha nem elég, Blága Péter előadásából van. Osztány Bácvik, ez egy nagyon híres tubás emberke, Fnug című darabját, ez egy szóló, tehát innentől kezdve Edit néni is, mivel már volt klarinét szóló, szakszofon szóló, tuba szóló még nem volt, úgyhogy hallgassák szeretettel Fnug, Osztány Bácvik darabját. Thank you.